nekünk az a dolgunk, hogy minden egyes euró, minden egyes forint, ami lehívható Székesfehérvár fejlesztése, működtetése érdekében, azt meg kell szereznünk a városnak, mert ezt várja el tőlünk a város közössége, ezért kell küzdenünk közösen a következő esztendőkben. Negyedik ciklusát kezdheti meg Székesfehérvár fideszes polgármestere. Cserpalkovics András ráadásul a szavazatok 74,11%-át tudhatta magáénak, míg kihívója a DK-sám, de egyesületi színekben induló Földi Judit nem érte el a 13%-ot sem. A képviselőtestület összetétele is sajátságos, hiszen a 14 fideszes képviselő mellett 2 kutyapártos és 1 Mi Hazánkos képviselővel indul októberben majd a munka. A többiek vagy függetlenek, vagy egyesületi színekben indultak el. És ezúttal is nagyon szépen köszönjük a fehérvárjaknak a bizalmat, és ez valóban nagy mértékű bizalom, egy nagy felelősséggel is jár, ezt pedig alázattal kell fogadni, és a munkát is nagy szorgalommal kell végezni, és talán ezt az alázatot és szorgalmat értékelték az emberek, és igazolták vissza ebben a választási eredményben. Ugye 2010-ben kaptuk meg azt a megtisztelő lehetőséget, ezt a gyönyörű történelmi várost, ami ma is egy régió központja, tudjuk irányítani, vezetni az emberekkel közösen. Mi ezt pedig mindig megkaptuk az emberek bizalmát, ugyanúgy, mint a kormány támogatását, és láthatólag a székesfehérváriak ezt értékelték és visszaigazolták most június 9-én is. Persze tudjuk azt, hogy sokan szavaztak ránk úgy is, hogy esetleg a világ egyéb nagy kérdéseiről mást gondolnak mind adott esetben, mint mi, de itt a helyi közösségépítést ők is fontosnak tartják, és a helyi célokkal, a munkával, annak a stílusával azonosulni tudtak. Tehát ennek tulajdonítható az, hogy mondjuk nem feltétlenül párt referencia alapján szavaznak az ön személyére, hogyha jól értem. Igen, én azt gondolom, legalábbis bízom benne, hogy alapvetően nyugalmat, biztonságos építkezést, a város biztonságos működtetését tapasztalták, nagy feszültségek nélkül, nehezebb időszakban is az embereket a munkába bevonva, folyamatosan tájékoztatva. A jó dolgokról, az eredményekről, ugyanúgy, mind a problémákról és kihívásokról. Értékelték természetesen azt is, hogy az elmúlt években is sok forrást tudtunk hozni a városba. Azért gondolok itt az adósságkonszolidációra, ugye a 2013-14-es időszakban, aztán a Modern Városok program keretében megvalósuló fejlesztésekre, aminek egyike másik, mondjuk a kórházépítés, iskolaépítések most is zajlanak. Ugye ezeket zömében nemzeti kormányzati forrásokból, támogatásokból tudtuk megvalósítani, és a gazdasági növekedés is folyamatos volt szerencsére, aminek azért is van pozitív üzenete, hiszen az ebből származó bevételeink is növekedtek, ebből következően ezt vissza tudtuk forgatni a várossal, és a város ezek szerint szerencsére úgy élte meg, hogy olyan célokra fordítjuk, amik az emberek döntő többségének, akár pártállástól függetlenül is a tetszését el tudja nyerni, és támogatni tudják azt. Ugye Székesfehérvár, alapvetően ezek az ilyen nagy belpolitikai csatározások nem szoktak jelen lenni, vagy legalábbis keveset látunk ebből. Viszont a hagyományos értelemben vett baloldali pártok pedig, hogyha megnézzük, talán el is tűntek, vagy jelentéktelenek lettek itt a városban. Talán a két farkú kutyapárt jutott be 2 képviselővel, illetve a Mi Hazánk mozgalom. És hogyha jól láttam, akkor a többiek civilek, függetlenek és egyesületi színekben jutottak be a közgyűlésbe. Nem kérem azt, hogy egy politikai jellemzői státuszt vegyem most föl, de ezt a folyamatot ön miben látja, ennek a gyökerét? Nyilván talán nem az én tisztem az ellenzéknek a napi politikai döntéseit megítélni, ezt azt gondolom az emberek megtették június 9-én. Ugye az nagyon fontos, ami el is hangzott, hogy a baloldalról is most itt egy egyesületként beszélünk, miközben DK-s politikusok is kerültek be a közgyűlésre, a jobbikos politikus is. Szerintem az emberek ezt Fehérváron pontosan tudták, hogy hiába egy egyesület mögötti indulás, ettől még ők, ezek a politikai szereplők. Én inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy szerintem az ő feladatuk és felelősségük is, és majd a városra is letett esküjük is erről fog szólni, hogy ennek a városnak a közösségét építsék és segítsék, támogassák. Nyilván ellenzéki feladatokkal tekintve kritikát is megfogalmazva, javaslatokat megfogalmazva, de a fehérváriak szerintem tőlük és tőlünk is elvárják azt, hogy együtt tudjunk működni. De szerintem úgy korrekt, ha tegyük hozzá, hogy egyébként maga a választási kampány összességében a politikai stílusát tekintve korrekt volt.
volt, és ez nyilvánvalóan kellett az ellenzék is. Tudjuk, hogy megjelent az ellenzéki oldalon egy új szereplő, ez gyakorlatilag leváltotta a régi ellenzék jelentős részét, viszont ugye a közgyűlésben nem kerültek be, hiszen nem indultak el a helyi önkormányzati választásokon, az Európa Parlamenti választásokon azért 30% fölötti eredményt ért el a Tisza párt, tehát ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy ők hogy fognak megjelenni a mindennapokban a város politikai életében, de összességében szerintem mindenkinek azt kell megérteni, és szerintem ez a mostani eredmény itt Fehérváron ezt jól megmutatta, hogy a székesfehérvári emberek döntő többsége nem pártpolitikai veszekedésre kíváncsi, és nem ezt várja el tőlünk, hanem hogy a városért dolgozzunk, hiszen az a mi közös otthonunk. Talán ez lesz most a legnehezebb kérdésem, hogyha az elmúlt 14 éves polgármesterségére visszatekint, mire a legbüszkébb? Én most erre az eredményre azért vagyok nagyon büszke, miközben, mikor láttam az eredmény alakulását, akkor az öröm mellett ott volt bizony egy nagy nyomás is, amit elkezdtem érezni, hogy egy ilyen támogatottság az mekkora felelősséget is ró rám személy szerint is, hogy emögött azért az a fő célunk visszaigazolódik, és ez láthatólag találkozott az emberek döntő többségének véleményével, elvárásával is, hogy a legfontosabb feladata egy önkormányzatnak, akár egy azon belül kiemelt felelőssége egy polgármesternek, hogy közösséget szervezzen és közösséget építsen. És amennyire lehet, de folyamatosan minden ügyben azt keresse, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami szétválaszt. És ezt én eredménynek tartom, mert ebben az eredményben ez most visszaigazolódott, és a legnagyobb kihívásnak is tartom a következő esztendőkre, hogy jöjjön bármi, de ezt a fajta helyi közös munkát, közös akaratot és jó szándékot, ezt meg tudjuk tartani. Ebben egy polgármesternek bármely település esetében kiemelt feladata és felelőssége is van. Ezen kívül most mik a legfontosabb feladatok, amik ön előtt, illetve a majdan fölálló képviselőtestület előtt állnak? Az egyik fontos feladat, hogy befejezzük azokat a nagy beruházásokat, amiket a kormány támogatásának köszönhetően a Modern Városok program keretében meg tudtuk valósítani. Varga Tamáséknak, országgyűlési képviselőknek nagyon sokat köszönhetünk, ilyen a Szent György kórház fejlesztése, ilyen az iskola építések, beruházások, felújításoknak az ügye. Azt gondolom, ezek kiemelten fontosak, és persze nagyon fontosak, új fejlesztéseket pedig el tudjunk indítani. Ebben van olyan fejlesztés, amire a kormánytól várunk támogatást, van olyan, amit a helyi gazdaság által befizetett adók terhére tudunk megvalósítani. Nagy kihívások ezen belül környezetvédelmi közlekedési fejlesztések tekintetében, és hát várjuk az Európai Uniós forrásokat, mert azt gondolom, hogy ez az ország, ez a város is megérdemli, hogy a nekünk járó források Brüsszelből megérkezzenek, hiszen számos olyan útépítési, iskolafelújítási, óvodafelújítási programunk van, energiahatékonysági programok, amiket uniós források terhére szeretnénk megvalósítani, mert ezeknek megfelelünk a szempontrendszer tekintetében azon elvárásoknak, amit egyébként a forrásokért cserébe az Európai Unió elvár. Tehát bízom benne, hogy ezek a következő esztendőkben meg is fognak tudni érkezni. Itt fontos rögzíteni, hogy amikor valaki arra büszke, hogy elérte azt, hogy Brüsszel azt a döntést hozza meg, hogy Magyarország ne kapja meg a forrásait, akkor valójában arról is döntött, hogy Székesfehérvár se kapja meg a forrásait. Ezt szoktam kérni az ellenzéki képviselőktől itt Fehérváron, hogy nekünk nem ez a dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogy minden egyes euró, minden egyes forint, ami lehívható Székesfehérvár fejlesztése, működtetése érdekében, azt meg kell szereznünk a városnak, mert ezt várja el tőlünk a város közössége, ezért kell küzdenünk közösen a következő esztendőkben.